A betegek és az idősebbek mellett a gyermekeket viselik meg a leginkább a drasztikus időjárás változások. Pár napja még akár 35 fok körüli értékeket is mutattak a hőmérők, míg így a hét közepére jelentősen lehűlt a levegő. Néhány jó tanács betartásával egyszerűbb lehet átvészelni az ilyen időszakot. Köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi János, gyermekházi orvos, jó estét kívánok! Miért van az, hogy a gyerekek fokozottan vannak kitéve a hőterhelés veszélyeinek, illetve a hőingadozás veszélyeinek? Azt hiszem, hogy ebbe több megközelítés lehetséges. Egyrészt ki van szolgáltatva egy gyermek a környezetének. Ez vagy egy gondos környezet, vagy gondos, de feledékeny, meg maga a kora adott a élettani sajátosságok miatt. Ez utóbbira különösen fontos hangsúlyt fektetni, hisz közismert, de mondom is, meg érdemes is tudni erről, hogy minél kisebb egy csemete, annál nagyobb, relatíve nagyobb a testfelülete. És mint közismert, ugye a testfelület az arányos a hőszabályozás lehetőségével, meg hát élettanilag se olyan tökéletes még a kis pici csecsemő, meg a kisded, és ezért a minél kisebb, annál könnyebben fölhevül, annál könnyebben ad le, hát ugye hamarabb kiszárad, vagy folyadékot veszít, de annál jobban föl is hevül, télen meg az ellenkezője kihűl. Azon túlmenően pedig a szabályozó mechanizmusai, ami mindenkinek hát megvan, felnőtt korban ez már érett, a pici gyerekeknél ez még éretlen. Tehát a külső környezethez való alkalmazkodás, ami nagyon bonyolult hormonális élettani folyamatok együttese, ez még nem olyan tökéletesek, és nem olyan könnyen tud alkalmazkodni. Ezért azt mondom, hogy maga az a tény, hogy ő még egy kisgyermek, csecsemő vagy kisded, de még ezt mondani lehet óvodáskorúra is, ezek igen labilisak, és nagyon könnyen súlyos állapotba is sodródhatnak. Mik azok a következmények, amikkel számolhatunk, hogyha a szülő nem elég körültekintő és nem elég gondos? Igen. Végeredményben az, hogy egy gyermek egy ilyen nagy hőterhelés kapcsán olyan környezetbe kerül, amely szokatlan, és hát itt a napokban ezt éljük meg, ehhez biztos, hogy nem tud alkalmazkodni. És ezért hát ugye az ő esetükben addig, míg egy piszin tartalék van a szervezetükbe, addig ezt az egyensúlyt valamelyes biztosítani tudják. Ez valójában a szív keringési rendszer normális állapota, a testhőmérséklet normális állapota, a kiválasztó rendszer, a vizelet produkciója. Ha ebbe valami akadály történik, illetve nem pótlódik az a ilyen környezetben gyors folyadékvesztés, ami valójában a tüdőn keresztül és a bőrön keresztül történik, akkor több hát következmény van. Egyrészt az, hogy besűrűsödik a vére, és a keringése pillanatok alatt összeomlik, ezt ebben láthatatlan, ugye, mert az egy szív keringési rendszer összeomlás az egy életveszélyes állapot. Másrészt pedig éppen amiatt, hogy előbb-utóbb nem tud kellően párologtatni, ugye a szervezet úgy szabályozza a hőmérsékletet, hogy izzadunk, és az izzadással veszített hőmennyiséget, ugye az izzadás párolgása révén elvonja a hőt a szervezetből a párolgás. Ez nem következhet be, mert nincs miből párologtatni, meg ugyanezt a hatást érjük el akkor is, hogyha túlöltöztetjük a kisgyermekeket. Nagyobbacskáknál meg még erre ráadódik egy másik probléma is, hogy ha egy külső környezetben nagyon sokat mozog a gyermek, akkor az ott termelődő hővel is kezdeni kell a szervezetnek valamit. Tehát ezek egymásra rakódó dolgok, és ha ez mind összeadódik, akkor ez az összeomlás, vagy ez a következmény nagyon hamar bekövetkezik. Muszáj még megemlíteni azt is, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, sok gyermek szed ilyen-olyan gyógyszert rövid vagy hosszú távon. Egy részük, ezek nagyon erősen befolyásolják a hőszabályozást és a verejtéktermelést, és ezt mindenképpen tudni kell a szülőnek, hogy ilyen gyógyszert szede. Tehát se szíre, se száma ezeknek az okoknak, amelyek ide vezethetnek, és mi történik. A nagyon pici
csecsemő, aki alig-alig tud visszajelezni a szülő felé, az maximum kicsit sápatabb lesz, vagy éppen ellenkezőleg teljesen kipirul, kezdetben esetleg hipermotil ugye valamiért küzd, és utána nagyon bágyattá válik. Ez mind a kettő nagyon rossz. Aztán ebből következhet hányás is, görcsös állapot, a hőszabályzás zavarának egy komoly problémája, és ugye tudjuk, hogy a hő terhelésnek sokfajta klinikai tünete van, és a napszúrás majdnem mindenki csak arról beszél, az csak az egyike ezeknek, de a napszúrás éppen egy ilyen agyhártya izgalom következtében történő fejfájás, esetleg görcsös állapot. De ugyanúgy egy nátriumvesztés is, amivel az izadással nátriumkloridot veszítünk elsősorban, ennek a pótlásának a hiánya egy nátriumvesztést időz elő, és az is egy görcsös állapotot. Tehát a bágyadság, a szokatlan állapot, a hirtelen kipirulás, a nagyfokú sápadság, görcsös állapot mindig már egy katasztrofális előjele annak, hogy itt valami nagy baj van a hőterheléssel. Fontos tehát, hogy védjük a nagy melegtől, a napsütéstől, illetve a megfelelő folyadékbevitel meg legyen. Mi legyen ez a folyadék? Ennek nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ezekben a napokban, meg sok alkalommal mindig folyadékról hallunk, és ezt itt kicsit pontosítani kell. Az előbb említettem azt, hogy a verejték során nátriumkloridos oldatot veszítünk. Ugye az víz és konyhasó. Na most hát nyilvánvaló, akkor ezt kell elsősorban pótolni. Tehát ugye a felnőtteknek nem feltétlenül sört, bort, a fiataloknak meg nem feltétlenül energiaitalt, nemhogy nem feltétlenül, egyáltalán nem. Tudni, bármilyen koffein tartalmú ital, az vizel, éppen az ellenkező hatással vír, mert fokozza a vizelet elválasztást. Magyarul, tehát vizet, tiszta vizet, vizet, de egy pici sót. Pici ilyenkor sót. Tehát lehet igen. Egy kis sós chipset, egyebeket. Például a nagyobb bacskák, igen, azt tehetik, és utána úgyis a szomjuk az biztosítja a plusz folyadékot, de én el tudnám képzelni azt is, hogy forgalomban vannak olyan oldatok, amelyekhez vény nélkül is hozzá lehet jutni, és az már ki van találva, hogy milyen az összetétele, de egy ügyes anyuka, egy rostos, 100%-os rostos levet, egyharmadnyi rostos léhez, kétharmadnyi vizet tölt, és egy pici csipetnyi sót még beletesz, ilyen oldatot kaphat, és azzal már nagy baj nincs. És egy nagyon ügyes és nagyon egyszerű módja van annak, hogy elegendő-e a folyadék ellátása, legyen ez csecsemő, kisded, felnőtt. Egyszerűen azt kell megfigyelni, hogy vizeletürítés milyen gyakori. A csecsemő ugye 3 óránként, vagy egy kicsit gyakrabban, ha jó nedves a pelenka, akkor ott az rendben van. Ugye ugyanígy a 3 óra szabály érvényes másra is, és hogyha ott fél napig nincs semmi, akkor mindegy, hogy mennyit adott a szülő, vagy mennyit ivott, az kevés. Ezért én érdekesnek tartom, amikor leírják, hogy 2 liter, 3 liter, 4 liter, ez itt talán egy kicsit mechanikus, egyszerűen annyi, amivel jól érzem magam, és a vizelet megvan, kivéve a csecsemőt, ugye, mert ő neki kínálni kell, és aki nem nincs eszméletén kívül, az iszik is. Egy csecsemő, egy anyateljes csecsemőnél például nagyon klassz dolog, hogyha gyakran megszoptatják a kisgyermeket, mert egy párkó, egy kis anyatej, egy soron kívül, az jószerével folyadékpótlást is jelent. De a felforralt, lehűtött víz is kiváló. És mindenképpen figyelni tehát a csecsemő és a kisgyermeknek a viselkedését, hogyha úgy jó van, kedvű, kiegyensúlyozott, akkor minden rendben van. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy jó tanácsokkal látott el bennünket.